Leningerkeltőnek tartja a Momentum a DK friss plakát kampányát. A demokratikus koalíció kétfajta plakáttal reagált a kegyelmi botrányra. Az egyiken Orbán Viktor portréja mellett az Isten, haza, pedofília felirat látható, a másikon pedig az olvasható, hogy a pedofil mentegető helyett európai gyermekvédelmet. Hajnal Miklóssal beszélgetünk. A Momentum elnökségi tagja a vendégünk, tehát melyik része Leningerkeltő a plakátnak? Hát ha választani kell a kettő plakát közül, akkor szerintem sokkal problémásabb a Isten haza pedofília feliratú plakát. A másik plakát én azt gondolom, hogy most nyilván az egy dolog, hogy ez egy ízlésvita-e, de szerintem nyissuk ki a politikai vita kérdését ennek a történetnek, és én azt gondolom, hogy egy plakátra felírni ezeket a szavakat ebben a kontextusban így egymás mellé minimum nem szerencsés. Donát Annál erősebben fogalmazott, ő ugye azt mondta, hogy szerinte Leningerkeltő. Én azt gondolom, hogy a politikai hiba, amit itt elkövetett a demokratikus koalíció, az, hogy ez egy olyan erkölcsi mélység, amiben ebbe a botrányba a Fidesz került, hogy nagyon könnyű lesüllyedni az ő szintükre, nagyon könnyű, és ebbe akkor hagyjakorolják valamennyi önkritikát, mert láttam, hogy például Ungár Péter jött ezzel, hogy de hát a Momentum is kiírta a laptopjaira, hogy stop pedofidesz. Én is jöttem volna ezzel. Könnyen elkap minket a hév egy ilyen ügybe, abszolút, meg mindenkiben van. De akkor az minden Leningerkeltő. Én azt gondolom, hogy az más kérdés, hogy kiplakátoljuk-e 600-800 vagy 1000 plakáttal az országban az Isten haza pedofília szavakat egymás mellett, meg más dolog szembesíteni a fideszeseket a parlamentbe. Játszunk. Ha az lenne odaírva, hogy pedofília, és ott lenne a fotó, Orbán Viktor képe, azzal lenne baja? Ha az lenne odaírva, hogy Orbán Viktor pedofilokat véd, Orbán Viktor pedofilokat menteget, vagy Orbán Viktor nem vállalja a felelősséget azért, hogy pedofiloknak kegyelmet adtak, ezek a dolgok szerintem mind védhetőek. Az Isten haza pedofília szavak együttesen azok szerintem, amik erkölcsileg morálisan problémások, de lépjünk ezen túl. Na, ne lépjünk túl rajta, mert hogy itt ugye az előző beszélgetésben, amit két újságíróval folytattunk, az előző beszélgetésben az előkerült, hogy hát igen, a másik oldal hasonló eszközökkel szokott élni. Egy fél mondat elég, Ujjatinszki György utalt erre, hogy az egyáltalán nem szokatlan, hogy olyan állítások fogalmazódnak meg, amik hát legalábbis kemények. Lásd a sorosozást és az összes többi plakátkampányt, vagy nagyon sok plakátkampányt. Erre válasz ez is, hogy ez tetszik-e a DK-s közönségnek, vagy sem, vagy azt mondják, hogy na végre már felvette a kesztyűt az ellenzék, itt igazából ez a kérdés. Lehet, hogy tetszik a DK-s közönségnek, vagy sem, ezt majd a DK-s nézők eldöntik. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben, ami nekünk a feladatunk ellenzékként, az, hogy foglalkozzunk, kettő kérdéssel kell foglalkoznunk. Az egyik kérdés az, hogy ki a valódi felelős ebben az egész ügyben, és ebben például a momentumos képviselők múlt héten a parlament folyosóján szinte az összes minisztert felkérdezték, megkérdezték, hogy akkor pontosan mit tud erről az ügyről, és mindenki tagadta, hogy bármit is tudna. A másik fontos kérdés, amivel az ellenzéki pártoknak szerintem most foglalkoznia kell, az a gyermekvédelem kérdése, és hogy valami alternatívet kínáljunk. Ezzel kapcsolatban mondjuk azok a Dobrev Klára plakátok, amikkel az európai gyermekvédelmet hirdetik, azok szerintem azért is kevésbé problémásak, amiért a Momentum is például az Európai Gyermekvédelmi Hatóság ötlete mellett kiállt, és javaslata mellett kiállt, mert szerintem ezekről a dolgokról jó, ha beszél most az ellenzék, jó, ha alternatív. De akkor ez egy közös többszörösük a DK-val most? Én azt gondolom, hogy ilyen ügyekben lehet egyetérteni, és az Európai Gyermekvédelmi Hatóság ügyében én örülök, hogyha ők egyetértenek velünk, vagy fordítva, teljesen mindegy. Akkor itt fékezzünk le. Az Európai Gyermekvédelmi Hatóság egy szép gondolat, miután ezek nemzeti hatáskörben lévő szociális ügyeknek számítanak, ilyen módon elég illuzórikus, nem gondolja? Ezt lehet így gondolni, meg lehet azt is gondolni, hogy az Európai Unió az nem egyféleképp álló rendszer, ami megváltoztathatatlan és olyan és kész, hanem azt is gondolhatjuk, hogy az Európai Unió olyan, amilyenre mi formáljuk. És mi inkább vagyunk az utóbbi gondolatnak a hívei, és azt is gondoljuk, hogy igenis az utóbbi években már több javaslatcsomagban le lett írva uniós szinten az Európai Gyermekvédelmi Hatóság gondolata, tehát ez nem egy a Momentum vagy akár a DK fejéből kipattant gondolat, hanem az uniós szinten is megfogalmazódott ez
ez a javaslat, és nyilván nem fogja az összes problémát megoldani Magyarországon, de lesöpörni az asztalról ezt a javaslatot szerintem nagyon nehéz a mostani helyzetben, hiszen látszik az, hogy a kormány és az állam az alkalmatlan volt még az ellenőrző funkciójának a betöltésére is, nemhogy a támogató szerepre, amit egy ilyen intézményben be kéne töltenie valójában az állam. Már pedig ez lenne a kérdésem, hogy ennek a hatóságnak mi lenne az önök elképzelése szerint a feladata? Oda lehetne fordulni annak, aki Magyarországon nem kap a sérelmére gyógyírt, vagy a hatóság ellenőrizné a magyar hatóságok működését? Ez már egy szakmai vita. Én azt gondolom, hogy nem is kellene ebből politikai vitát csinálni, hogy ez most kinek a szuverenitásra, ugye ezt a szót nagyon szeretünk mostanában a politikába használni, vagy hogy ki kit ellenőriz. Én azt gondolom, hogy egyébként szakmailag jó, hogyha Magyarországon maradnak ezek a kompetenciák, hiszen mégiscsak ezek az emberek dolgoznak nap mint nap a gyerekekkel, ők látják őket nap mint nap, hogy mi a helyzet, de jó, hogyha vannak olyan minimumok, jó, hogyha vannak olyan európai standardek meghatározva, amihez minden tagállamba igazodni kell. Tehát valami ilyesmi irányba kellene elmenni, de én sokkal előremutatóbbnak tartám, hogyha erről szakmai vitákat folytatnánk, és nem a Fideszt próbálnánk. Na de hát önök emelik politikai szintre azzal, hogy az Európai Uniós választással, az Európai Parlamenti választással kapcsolatos óriás plakátjukon ezt hirdeti Donát Anna. Tehát ezt önök emelik most politikai szintre, hát a szakmai helyet. A javaslat maga az politikai abból a szempontból, hogy igen, szerintünk ez egy megoldás. De megígérhetik ezt a magyar választóknak, hogyha Donát Anna visszakerül az Európai Parlamentbe, akkor lesz Európai Gyermekvédelmi Hatóság? Én azt gondolom, hogy igen, sőt kötelességünk megígérni. A Momentum két LP képviselője, Donát Anna és Cseh Katalin, egy csomó olyan dolgot csinált az elmúlt 5 évben az Európai Parlamentben, amiről azt gondoltuk volna korábban, hogy nem megvalósítható. Például szerintem korábban senki nem gondolta volna azt, hogy Magyarországgal szemben indulhat jogállamisági eljárás, kötelezettségszegési eljárás. Egy csomó volt már, azt tudja. Hát igen, de az egy másik kérdés, hogy ez milyen következményekkel járt, és ugye most egy több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyetlen kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós pénzek, tehát ilyen súlyos következménye még akkor és nem volt. És úgy gondolja, hogy ezt a két LP képviselőknek köszönhetjük? Azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt, hogy ezt, ez így alakul. És azt is tudja, hogy most nagyon sokan azt mondják a nézőink közül, hogy ez hazárulás? Mert akkor ezek szerint a két EP képviselő miatt nem jutott hozzá Magyarország az Európai Uniós forrásokhoz? Biztos van, aki így gondolja. Én azt gondolom, hogy ezek inkább a kormánypárti szavazók, meg leginkább Deutsch Tamás, aki ezt szokta mondani. De ő azt szokta mondani, hogy ennyi. De én azt gondolom, hogy az, hogy ebben a kérdésben el lehetett érni az, hogy bizonyos feltételeket teljesítsen a kormány, és elinduljunk a jogállamiság útján, az viszont egy eredmény. És kétségkívül kell még eredményeket felmutatni a következő 5 évben is, ezen leszünk. Hajnal Miklós, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.